Segítség a hiteleseknek egy hónap alatt több mint duplájára nőtt, így elérte az 1100-at a nemzeti eszközkezelő számára felajánlott ingatlanok száma októberben. Őszi munkák, 30 ezer hektáron már elvetették a megyében az őszi búzát, és a betakarítás is a végéhez közeledik. Fagyokra számíthatunk, az oltalom szeretett szolgálat éjjeli menedékhelyén és a nappali melegedőben is felkészültek a krízis időszakra. Egy hónap alatt több mint duplájára nőtt, így elérte az 1100-at a nemzeti eszközkezelő számára felajánlott ingatlanok száma októberben. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Mint ismeretes, ezzel a lehetőséggel a bajba jutott devizahitelesek élhetnek. A legtöbb felajánlás továbbra is Borsoda-Baújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, tájékoztatotta a Nemzeti Eszközkezelő ZRT szóvivője. Ternyák Edit kiemelte, az összes felajánlás több mint 15%-a megyénkből érkezett. A Nemzeti Eszközkezelő ZRT programjára jogosultak köre a közelmúltban jelentősen bővült. A nyáron életbe lépett jogszabályváltozások szélesebb kör számára tették elérhetővé a programot. A változásoknak köszönhetően ugrásszerűen megemelkedett, duplájára nőtt a megvételre felajánlott ingatlanok száma. Októberben a felajánlott ingatlanok száma már meghaladta az 1100-at. Ami nem változott, az a területi megosztás. Továbbra is Borsoda-Baújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezik a legtöbb felajánlás. Szabolcsból az összes felajánlásnak több mint a 15%-a érkezett. Említhetném a megyén belül Nyíregyházát, Nagyhalász, Nyírbátort vagy akár Dombrádot, jellemzően ezek a települések szerepelnek a helyszínek között. Az ingatlanok hitelszerződés megkötésekor megállapított átlagos forgalmi értéke 6 millió 700 ezer forint körül mozog. Ebből az következik, hogy a magyar állam által fizetendő vételár átlagosan 3 millió forintot tesz. A hitelszerződés megkötésekor megállapított forgalmi értékhez képest az állam az ingatlan érték 55-50, illetve 35%-át fizeti ki attól függően, hogy az ingatlan megyeszékhelyen, városban vagy községben található. A programba kerülést a hitelt nyújtó bank fiókjában vagy a követeléskezelő kirendeltségnél kell kezdeményezni. Általános tájékoztatást a 0640-100-444-es kék számon kaphatnak. Az adósokat pedig az árfolyam rögzítés új rendszere is segíti. Ebbe a programba az léphet be, akinek nincs 90 napot meghaladó tartozása. Ezt írásban lehet kezdeményezni mindenkinek, akinek a fizetési késztetemben nem haladja meg a 90 napot, nem áll fizetéskönnyítő program hatája alatt, vagy ezt a belépésig megszünteti. A folyosításkor számított összege a deviza alapú kölcsönnek nem haladta meg a 20 millió forintot, nincs végrehajtás a folyamatban az ingatlanára. Gyakorlatilag legkésőbb 2017. június 30. napját megelőző utolsó törlesztésig lehet ezen a bizonyos kötött rögzített árfolyamon fizetni a hitelt. Ez a svájci frank esetében 180 forintos frankárfolyamot, euró esetén 250 forintos árfolyamot, illetve japán ilyen esetén jelenként 2,5 forintos árfolyamot jelent. Az árfolyam rögzítését a hiteladós év végéig írásban kezdeményezheti a pénzügyi szolgáltatójánál. A hosszú meleg ősz kedvezette a mezőgazdasági munkáknak. 30 ezer hektáron már elvetették a megyében az őszi búzát, és a betakarítás is a végéhez közeledik. A termés átlaga kukorica esetében elmarad a tavalyitól, viszont a magas árak miatt jelentős árbevételt könyvelhetnek el a termelők. Burgonyát kevés területen vetettek idén a gazdák, így ebből a terményből biztosan importra szorul a megye. Jó közepesévet zárhat a megye mezőgazdasága az idén. A földek többségén már betakarították a termést, mindössze néhány hektár kukorica vár még törésre. Az aszályos időjárás miatt a megye legfontosabb növényének számító kukoricából a tavalyi 6 tonnás hektáronkénti átlaggal szemben mindössze 4 tonna termett az idén. Ezt némileg kompenzálhatják a magas felvásárlási árak. Nagyon jó árbevételeket tudta produkálni. Tehát ez olyan, minthogyha tavalyihoz hasonlítom, mint hogyha lett volna egy 80 mázsás termésátlag hektáronként, mert az ára nagyon magas a kukoricának, időnként indokolatlanul magas,
de az árbevételek jól alakultak. Burgonyát olyan kevés területen vetettek az idén, hogy ebből biztosan importra szorul a megye. A korábbi évek nehézségei egyszerűen visszavetették a gazdáknak a vetési, ültetési szándékát, és a piac hektikussága is olyan volt, hogy elment a gazdáknak a kedve. Tehát magyarul ez kézbe kellene tartani, az egész burgonya termesztést kézbe, irányítottá kellene tenni, meg kellene keresni a piacokat, és utána azt mondani, hogy na 1600-ról ugorjunk föl 3000-re, és ahogy az igények megkívánják, annak megfelelően. A Szabolcs-aranyának is nevezett alma nagy részét már leszették, az étkezési alma már bekerült a hűtőházakba. Bár a tavaszi fagyok miatt kevesebb lett a termés, a minősége igen jó, és az értékesítése is megoldott. Az igazi lehetőségek majd január közepétől nyílnak meg, mikor az orosz csatornák lehetővé teszik az exportot. Tudnélik, január közepétől vámmentesen lehet kiszállítani az almát, és igény is van rá, tehát már vannak ilyen előszerződések az oroszokkal. Én úgy gondolom, hogy az alma értékesítésével nem lesz probléma. A hosszú meleg ősz kedvezett az őszi mezőgazdasági munkáknak, így 30 ezer hektáron már elvetették a megyében az őszi búzát, és jól halad a többi növényi kultúra telepítése is. 72 ezer doboz magyar adójegy nélküli cigarettát találtak a NAV nyomozói Szabolcs-Szatmár-Berekben. A csempészett cigaretta értéke meghaladja az 56 millió forintot. A hosszú hétvégén sok feladatuk volt a hatóságoknak. November elején a rendőrség egy már hónapok óta lopás miatt körözött férfit, valamint embercsempészeket is őrizetbe vett. A megyei rendőrfőkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi szolgálatának járőrei november 2-án igazoltattak egy kis buszt és annak utasait, így bukkantak az illegális bevándorlókra. Az ellenőrzés során kiderült, hogy az ukrán férfi által vezetett kisbuszban további két ukrán és két moldáv állampolgárságú férfi tartózkodott, akik közül hárman Magyarországon való jogszerű tartózkodásukat hitelt érdemlően igazolni nem tudták. A rendőrség a gépjárművet vezető B. Oleh 38 éves és egyik utasát V. Ihor 37 éves ukrán állampolgárt embercsempészés büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette, az okmányokkal nem rendelkező személyekkel szemben pedig idegenrendészeti eljárást indított. Tiszavasvári egyik vasúti átjárójában egy kerékpáros gázolt el az ott haladó személyvonat a hosszú hétvégén. A rendelkezésre álló adatok szerint kerékpárjával közlekedő 25 éves helybeli férfi a vasúti fényjelző készülék tilos jelzésére hajtott be a vasúti átjáróba, amivel már nem tudta elkerülni az ütközést. A baleset során a férfi 8 napon túlgyógyuló életveszélyes sérüléseket szenvedett. Ezek a képek szintén múlt hét végén készültek, Nyíregyházán utoljára 10 éve gyújtottak fel parkoló autót, nem hivatalos információk szerint a gyújtogatás hátterében egy szerelmi ügy áll. A tulajdonos volt párja szakítás után bosszúból gyújthatta fel az autót. A nyíregyházi tűzoltók egy egységgel és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult az esethez. A helyszínen egy személygépkocsi hátulja és a kerekei égtek. A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően sikeresen megfékezték a lángokat, és nem terjedtek tovább a lángok a szomszédba parkoló gépjárművekre. A helyszínre tűzvizsgálót is kértek. A NAV nyomozói több járművet igazoltattak a hétvégén. Az egyik ellenőrzés során a kiszemelt gépjárművekből az utasok kiugrottak és futásnak eredtek. A hátrahagyott járművekben 72 ezer doboz magyar adójegy nélküli cigaretta került elő, melynek jövedéki törvény alapján számított értéke meghaladja az 56 millió forintot. Bíróságra megy a Jobbik a tiszavasvári időközi önkormányzati választás miatt. Az október 28-ai eredmények a megyei területi választási bizottság döntése értelmében ugyanis érvényesek. Erről múlt szerdán határozott a megyei testület. A Jobbik azonban a helyi választási bizottság korábbi döntésével ért egyet, mely szerint két választókerületben érvénytelen a végeredmény, mert azokban feltételezhetően kampánycsendsértés történt. A helyi bizottság döntése ellen a tiszavasváriért közé egyesület élt fellebbezéssel múlt kedden, a jogorvoslati kérelmet pedig a Területi Választási Bizottság megalapozottnak ítélte. Füle Perik a polgármester választás jobbikos győztese a Területi Bizottság döntése miatt fordul a bírósághoz. Így akár több hétig sem lehet majd jogerős végeredményt hirdetni a 14 ezres városban. Felkészült a krízis időszakra az oltalom szeretett szolgálat. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban.
2-1-es félidő után 3-2-re legyőzte a Budapesti Honvéd második csapatát a Nyíregyháza Spartakusz. Brek János együttese sikerével fellépett az MB2-es tabella harmadik helyére. Közel járt a bravúrhoz Sopronban a Marsóvagép NKK, de a mérkőzés végén a hazai csapat örülhetett 90-84-es győzelmének. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hét második felében már számítani lehet éjszakai fagyokra. A hideg idő beköszöntével előtérbe kerül a hajléktalan ellátás. Az oltalomszeretett szolgálat éjjeli menedékein és a nappali melegedőben is felkészültek a krízis időszakra. A Népkonyhán naponta több mint 130 adag ételt készítenek a rászorulóknak. November 1-től számítják a krízis időszakot a hajléktalan ellátásban. A téli időszakban a fagy beálltával vannak a hajléktalanok a legnagyobb veszélynek kitéve. Nyíregyházán az oltalomszeretett szolgálat működtet éjjeli menedékhelyet és nappali melegedőt a fedél nélkül maradt embereknek. A Népkonyhán naponta több mint 130 adag ételt főznek a rászorulóknak. Szükség esetén az intézményeink további hosszabb nyitvatartással vannak. A nappali melegedő is, vagy az éjjeli menedékhely. Ilyenkor a létszámkorlátot is a hatóságok is föloldják, tehát a 100 fős nappali melegedőbe bárkit be tudunk fogadni, a 100 fős éjjeli menedékhelyen szintén bárkit tudunk fogadni, nyilván pótággyal, matraccal, folyosókon való elhelyezéssel, illetve a Népkonyhán is ezek ilyenkor fölfelé, ahogy ezt manapság mondják, fölfelé nyitott a dolog, tehát mindenkit tudunk fogadni. A nappali melegedőben most még csak evédidőben vannak sokan, de az enyhe idő elmúltával teltházra számítanak a szakemberek. Fél nyolckor beengednek, fél négykor, három-négykor elmenjünk innen, elhagyjunk a nappali melegedőt. Az intézményben orvosi ellátást és tisztálkodási lehetőséget is biztosítanak a rászorulóknak. A társadalmi rétegek elszegényedését jelzi, hogy már nem csak hajléktalanok veszik igénybe a szolgáltatásokat. Most egy újabb hullámban a leszakadó, elszegényedő réteg az, aki érkezik hozzánk. Van olyan, aki a nappali melegedőn, a hideg időben már azért jön, mert egyébként nem tudja a lakását fűteni, és nem tudná a rezsiköltségét kifizetni. Az igazgató lelkész azt is elmondta, hogy a krízis időszakban megnövekednek az intézmény rezsiköltségei, ami jelentős terhet ró a fenntartókra. Az éves költségvetés nem fedezi teljes mértékben a kiadásokat, ezeket részben adományokból, részben pedig pályázati forrásokból egészítik ki. Az oltalomszeretett szolgálat folyamatos kapcsolatot tart az utcai szolgálatokkal. Laborci Géza szerint a közös összefogásnak köszönhető az, hogy az elmúlt években hajléktalan nem fagyott meg Nyíregyházán. Ezreket hurcoltak el 1944. novemberében Nyíregyházáról és környékéről Málenki robotra. A 68 évvel ezelőtt történt tragikus eseményekre az északi temetőben emlékeztek ma délután. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből közel 13.500 embert deportáltak ebben az időszakban. Hazánkból a II. Világháború alatt és az azt követő években több mint 600.000 embert hurcoltak kényszermunkára. Idegen föld, fagyos hónapok, évek, félelmek, éjség, korságok, lázak a lágerekben. 68 évvel ezelőtt, 1944. novemberének első napjaiban Nyíregyházáról és környékéről 2300, többségében civil férfit hurcoltak el a szovjetek. Arra hivatkoztak, hogy párnapos romeltakarító munkára van szükség. A kényszermunkáról, az áldozatokról, a személyes tragédiákról évtizedekig beszélni sem lehetett. Hangzott el az északi temetőben tartott megemlékezésen. Nagyon sok embert elhurcoltak ártatlanul, úgy az én nagybátyám, egybe keresztapámat is. Az én Zinyurban utcán volt neki egy műhelye, villamossági, kelet-magyarországi, de ő ment védeni, és a védésből ugye őt védték meg, azaz hát ki elhurcolták, és oda maradt. Ennek okán, meg annak a sok ártatlan embernek, akiket még ismertem jól, írtam egy verset és egy kis szöveget az elhurcoltakra emlékezve. Az eseményen elhangzott, az északi temetőben 8 éve áll az emlékhely, 6 éve pedig november 2-a hivatalosan is gyásznap Nyíregyháza történetében. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, 1944. október 31-én a megyeszékhelyen véget ért a háború, amely itt 12.000 áldozatot követelt. A november elején elhurcoltak egyharmada pedig, mint mondta, soha nem térhetett haza. Nyíregyházát arányaiban nagyon sújtotta ez a meghurcoltatás, ez a Málenki robot.
több ezer ember az, akit elhurcoltak. És az országban ilyen arányban nem mentek el lakosok. Nem véletlenül az, hogy ez az elhurcoltak emléknapja, ez gyakorlatilag Nyíregyházhoz kötődik, egy helyi kezdeményezés, és ez nem egy kanonizált országos emléknap, hanem ez egy helyi kezdeményezés, ami országos rangra emelkedett, éppen emiatt. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből közel 13.500 ember deportáltak ebben az időszakban. Hazánkból a II. Világháború alatt és az azt követő években több mint 600.000 embert hurcoltak kényszermunkára. Ünnepi szentmisével és gyertyagyújtással emlékeztek november 1-én a nyíregyházi hősök temetőjében a háborúkban életüket vesztett katonákra. Az első világháború idején ebben a városrészben a Huszárlaktanya közvetlen szomszédságában működött az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb hadikórháza, a 2700 ágyas úgynevezett barakk kórház. Ehhez a kórházhoz tartozott az 1915-ben megnyitott temető is, ahol közel 2800 sír található. A sírkert kegyeleti parkként működik, ahol 9 nemzet katonái nyugszanak. 2 megemlékezést tartanak minden évben a temetőben. Május utolsó hetében a Hősök Vasárnapján, illetve Minden Szentek Napján emlékezik meg a város lakossága az itt nyugvó hősökről. Kettő egyes fél idő után 3-2-re legyőzte a budapesti Honvéd második csapatát a Nyíregyháza Spartakusz. Brekk János együttese sikerével fellépett az MB2-es tabella 3. helyére. A vasárnapi Magyar Kupa sorsoláson kiderült, hogy a 8. döntőben az ősi rivális Debrecen ellen lép pályára a Spari. Úgy indult a találkozó, ahogyan azt a Spari szurkolók a legszebb álmaikban elképzelték, bő negyed óra elteltével 2 góllal vezettek kedvenceik. A 12. percben Petneházi kapufán csattanó szabadrúgását követően Csorba szerezte meg a vezetést a hazai együttesnek, majd 5 perc múlva Kovács duplázta meg a nyíregyházi előnyt. 2 perccel később viszont már a vendégek örülhettek, nagy találatával szépített a Honvéd. A szünet után 3 perccel egyenlő lett az állás, egy jobboldali szöglet után Gengelecki vette be balok kapuját. A csattanó viszont a Sparié volt, a 78. percben szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, és a vendégek hiába állítottak 8-tagú sorfalat, Petneházi ismét bizonyította, hogy rendkívüli a rugó technikája, így 3-2-es hazai sikerre zárult a találkozó. Szenvedtem sokat ezen a meccsen, 2-0-ás éreztem biztosan azt, hogy sima a meccs. Olyan régen talán még nem is vezettünk az idén, mi mindig vesztes állásból kellett fordítani, de nem éreztem azt, hogy van egy csapatnak játéka. Bár előrefelé a kontráink ültek, tudatosan álltunk vissza, tudtuk, hogy ha ők kontráznak, mert jól tudják csinálni, akkor ez a felforgatott védelem, ami most nálunk van, nem tudta volna őket levédekezni. És hát megint ilyen az élet, a 35. percben megint cserélnék, és megint védőt, tehát ez teljesen szétesett már a védekezésünk. Ebből felállni viszont nem kis bravúr, azért volt néha, hogy kicsit visszafogottabb, kicsit óvatosabb, kicsit bizonytalanabb a játék, mert érezték a fiúk is, hogy hátul nem vagyunk rendben. Viszont elősültek a dolgaink, bármelyik támadót nézem, megcsinálta. Csorin látszott a edzés hiány, sok edzést hagyott ki, és neki kell az erő meg a frissesség, de összességében azt mondom, hogy egy nagyon jobb csapatot, egyik legjobb csapat ez a mezőnybe, győztünk le, feljátékba felülmúltak bennünket, ez adottság, ebben már csak télen lehet belenyúlni, de örülök és gratulálok a csapatnak. A nyíregyházi csapat egyik legjobbja, Mincér Tibor, a jól megválasztott taktika betartásának tulajdonította a győzelmet. Én úgy gondolom, hogy a csapatnak két arca van. Van egy küzdelmes, és igazából ez azt lehet mondani, hogy a taktikából is adódik, mert ha ennek a mai meccsnek is nekimentünk volna, föltoltuk volna a védekezést teljesen, és letámadtunk volna, akkor sokkal nehezebb dolgunk lett volna, mert lezárjuk magunkról a területeket, de a mai meccsre nagyon ült a taktika, amit mondtak, hogy álljunk vissza, a félpályán kezdünk el védekezni, és a gyors kontrákból szerezzünk előnyt, ami nagyon és jól működött. 12 fordulót követően a 23 pontos Békés Csaba vezeti az NB2 keleti csoportjának tabelláját, megelőzve az egyaránt 21 pontos Vasast és Nyíregyháza Spartakuszt. Brekk János együttese szombaton a jelenleg 7. Vác otthonában lép pályára. A Sparihoz kapcsolódó hír, hogy a Magyar Kupa vasárnapi sorsolásán kiderült, a 8. döntőben a Debrecen lesz a piroskékek ellenfele. A párharc november 21-én Nyíregyházán kezdődik, a visszavágót pedig egy héttel később vívják meg a felek.
Közel járt a bravúrhoz Sopronban a Marsóvagép NKK, de a mérkőzés végén a hazai csapat örülhetett 90-84-es győzelmének. A nyíregyházi kosarasok legközelebb csütörtökön lépnek pályára, amikor a körmendet fogadják a Bújtosi csarnokban Ferenczi Tamás tanítványai. Egy hosszú utazást követően meglehetősen fagyos hangulatban készültek a bajnokság hatodik mérkőzésére a nyíregyházi kosarasok, mégpedig annak köszönhetően, hogy a férfi bajnokit megelőző meccsek miatt csak közvetlenül a bemelegítés előtt kapták meg fűtetlen öltözőjüket a vendégek. Talán ennek is köszönhető, hogy a Sopron repülőrajtot vett, a Marsóvagép NKK csak 23-6-os hazai vezetés után kezdte meg a felzárkózást. A nagyszünetben már csak 4 pont volt a vendéglátók előnye, amit a harmadik 10 percben 1 ponttal toldottak meg a Soproniak. A záró negyed előtt így teljesen nyílt volt a mérkőzés, amelyen Poják triplájával a 36. percben vezetett először a vendégcsapat. Az újabb nyíregyházi kosár után azonban a hazaiak sorra dobhatták a büntetőket, így hiába jutott 30 pontig Anthony Nelson, aki 48-as értékindexével a forduló legértékesebb játékosa lett, a meccs 90-84-es hazai győzelemmel zárult. 6 forduló után 5 győzelemmel a Kaposvár áll az NB1 élén, megelőzve 5 4-2-es mutatóval rendelkező csapatot. A Marsóvagép NKK 2 győzelemmel és 4 vereséggel a 8. a tabellán. A nyíregyházi kosarasok csütörtökön 18 órai kezdettel a hasonló mutatóval rendelkező körmendet fogadják a Bújtosi csarnokban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Egy hónap alatt több mint duplájára nőtt, így elérte az 1100-at a nemzeti eszközkezelő számára felajánlott ingatlanok száma októberben. Mint ismeretes, ezzel a lehetőséggel a bajba jutott devizahitelesek élhetnek, az összes felajánlás több mint 15%-a megyénkből érkezett. A hosszú meleg ősz kedvezett a mezőgazdasági munkáknak. 30 ezer hektáron már elvetették a megyében az őszi búzát, és a betakarítás is a végéhez közeledik. A termés átlag a kukorica esetében elmarad a tavalyitól, viszont a magas árak miatt jelentős árbevételt könyvelhetnek el a termelők. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hét második felében már számítani lehet éjszakai fagyokra. A hideg idő beköszöntével előtérbe kerül a hajléktalan ellátás. Az oltalom szeretett szolgálat éjjeli menedékhelyén és a nappali melegedőben is felkészültek a krízis időszakra. Ez volt a Kölcsei Televízió híradója. Ha valamiről lemaradtak, keressék az interneten weboldalunkat, minden fontos információt megtalálnak rajta. Friss hírekkel legközelebb kedden este 7-kor itt a híradóban várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Kölcsei Televízióval. Viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! Holnapra megszűnik a csapadék, kisüt a nap, de csökken a hőmérséklet. Éjszaka északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, így reggelre már jobbára derült, gyengén felhős égre tekinthetünk fel, a délutáni órákban aztán északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon alakulhat ki elszórtan eső zápor. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, a hőmérséklet csúcsértéke 9 és 13 fok között várható. Megyénkben éjjel főként kezdetben kisebb esőzápor még előfordulhat, ezt követően csökken a felhőzet és csak időnkénti felhősödés várható. A nyugati szél megélénkül, időnként meg is erősödik, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, csapadék nem valószínű. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás érvényesül térségünkben. A határaink közelében éjjel még csapadék kialakulására kell számítani, napközben azonban felhősebb és naposabb időszakok váltakoznak majd. A hőmérséklet éjszaka általában 2, nappal pedig 8 fok körül alakul. A következő napokban hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, és számottevő csapadék sehol sem várható. Szerdától aztán megjelennek az éjszakai kötfoltok és fagyok, a hőmérséklet napközben pedig az átlag, azaz 9 fok körül valószínű. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, jó pihenést kívánok, viszontlátásra!
Az időjárás jelentést az Electrolux Lehel Kft. Támogatta. Electrolux, a fenntartható fejlődésért. A műsorvezetőt a Fleur Divat öltöztette. Szépség, kényelem, igényesség egy helyen. A műsorvezető frizurája a Cvik Beauty szépségszalonban készült. Cvik Beauty, szakértelemmel a szépségért.